Szia, Dorogi Andrea vagyok, a Valdorat egyik alapítója. Ha eddig nyomon követted a munkánkat, akkor bizonyára könnyen ki fogod találni, hogy most mi következik. Ugyanis már csak egyetlen egy olyan élő tanfolyamunk maradt, aminek nem készítettük el az online verzióját. Ez pedig nem más, mint a 6 napos pasztel tanfolyamunk, amelyből megtanulhatod a pasztellezés fortéjait, az alapoktól, a tájképfestésen át, egészen a valósági portré elkészítéséig. Tanárod pedig nem lesz más, mint Valentin Péter, rajzoktató, a pasztelfestés hazai mestere, aki olyan szakemberektől tanulta a pasztelfestés honyanját, mint Pósa Ferenc, Maggie Price vagy Ellen Flatman. Mi is ez a pasztel? A pasztel átmenet a rajzolás és a festés között. Még mindig rajzolsz, csak nem ceruzát, hanem krétát fogsz a kezedbe. És mégis olyan képek kerülnek ki a kezeid közül, mintha festmények lennének. Nézd csak, akik eddig nálunk tanulták a pasztellezés műhelytitkait, ilyen csodákat alkottak. Bizonyára felmerült benned a kérdés, hogyan fogsz tudni eljutni a pálcika embertől az ilyen finoman kidolgozott pasztelképek elkészítéséig. Az élő tanfolyamunk mintájára a teljes tananyagot 4 fejezetre osztottuk. Az első részből megtanulod, hogyan fogd a krétát, az milyen nyomot hagy a papíron, mi az a tört színtechnika, mikor lesz szép a különféle színek összemosása, miért vibrálóbbak a színek a rétegezős technikánál? Hogyan ismert fel, milyen színű krétára van szükséged? Mi van, ha nincs pont olyan szín a dobozodban? Ha ezt már mind tudod, jöhet az első igazi gyakorló festményed, a tulipán csokor. Az alapok elsajátítása után már nagyon gyorsan fogsz haladni. Végignézheted, hogyan készülnek ezek a színes papagájok, és megtapasztalod, milyen könnyen jön majd a sikerélmény, hiszen egyszerű mozdulatokkal, kevés színhasználattal már ragyogó képeket tudsz készíteni. A portré rajzolása mellett a tájképek festése kívánja a legtöbb szakértelmet, hiszen nem mindegy, hogy milyen mozdulatot, milyen technikát használsz. A 3. fejezetben bemutatom, hogyan rajzolj nyári égboltot, hullámos tengert, vízparti sziklát, közeli és távoli fákat, hogy azok a valóság tükörképei legyenek. És végül nyomon követheted az erdei házikó elkészítésének a folyamatát, az első krétanyomtól az utolsóig. Egy portrérajzolásánál a legfontosabb, hogy meglásd a tónusokat. Azért, hogy erre a megfigyelésre ráálljon a szemed, a gyakorló portré elkészítésekor kizárólag a tónus megfigyelés lesz a feladatod. Ezután jöhet csak, hogy hogyan választ ki a krétákat, hogy a megfelelő bőrszíneket kapjad, és milyen technikával dolgozd össze a színátmeneteket. A modellem ezúttal a híres angol színész Robert Downey. Bizonyára észrevetted, hogy az online pasztel tanfolyam felépítésében nagyon hasonló az online festő tanfolyamunkhoz. Nézzük akkor, mik a hasonlóságok és mik a különbségek a festés és a pasztel között. A festésnél és a pasztelnél is meg kell tanulnod a színelméletet, a színfelismerést és azt, hogy melyik színt hova kell elhelyezned a képen. Ugyanarra a látásmódra lesz szükséged, amit az alaprajztan folyamon már megtanultál. Tehát fejben ugyanaz történik grafitrajznál, festésnél és pasztelnél is. Keresd a negatív tereket. Mind a festett, mind a pasztelképek több rétegből épülnek fel. Legalább 3-4 rétegre szükséged lesz ahhoz, hogy a képeid a valóság tükörképei legyenek. Alapvető különbség az eszköz. A festésnél ecset van a kezedben, a pasztelnél meg kréta. A festésnél főként a palettán kevered ki a színeket, a pasztelnél pedig a papíron. A pasztel előnye, hogy kevesebbet kell vesződnöd a színkeveréssel. Ellenben egy kréta készlet akár a több száz darabot is elérheti.
De nyugi, elsőre nem kell egy 200 színes készletet venned. A videóban egy 48 színű alapkészlettel dolgozom. Egy ugyanolyan méretű kép elkészítésének az ideje pasztelnél rövidebb. Sokan ezért egyszerűbbnek és könnyebben tanulhatónak tartják a festésnél, mert előbb van sikerélményed. Nézzük, mit tettünk azért, hogy a sikerélményed garantált, a tanulásod még eredményesebb legyen. A filmekben nem csak nézed a mozdulatokat, hanem beszélek hozzád, és elmondom, hogy mit miért csinálok. Tehát nem felgyorsított némafilmeket nézhetsz végig, és nem írásos anyagokból kell kibogarásznod a 123. lépést, hanem amit mondok, azt rögtön láthatod is. Sőt, a képek elkészítését három kameraállásból is felvettük, hogy egészen közelről nyomon követhesd a teljes folyamatot. Láthatod, hogy ez nem egy olyan tananyag, amivel eddig találkozhattál. Bátran bízhatsz a szakértelmünkben, mert nem kevesebbet vállalunk, mint azt, hogy te is megtanulod a pasztellezés mesterfogásait. Ráadásul a 3x2 napos pasztell tanfolyamunk árának a töredékéért. Nincs más hátra, mint hogy nézd meg a weboldalunkat, és rendeld meg ezt az egyedülálló értékes tananyagot. Mert ne feledd, az alkotás örömforrás, a sikerélmény garantált.